Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a jelenlélőket és a képernyő előtt ülő dönösieket a mai rendkívüli képviselőtestületi ülésünkön. A mai rendkívüli ülésünknek két napirendi pontja van. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk, egyedek. Amennyiben nincs, akkor jegyzőként hitelesítőket választunk először, igen? Előtte napi rend előtt a zárt ülésnek a nyilvános hozatal. Köszönöm jegyző úrnak a figyelmeztetését. Legutóbbi testületi ülésünkön, a zárt ülésen a képviselőtestület két döntést hozott. Az egyik döntés értelmében a képviselőtestület 92/2013-as 5. hó 30-i határozatát visszavonta. Ebben a másik döntésében pedig a Dolkáné Lévai Csillát megbízott óvodavezetői tevékenységgel megbízta. Gyakorlatilag ez a kettő volt a döntésünk. És pályázat kiírása. És egyúttal természetesen az óvodavezetői pályázat kiírásáról is döntés született, ami az ősszel le fog zajlani. Jegyzőként hitelesítők személyek, kivállalja a jegyzőként hitelesítést. 1-2, akkor Robi és Gábor, aki egyetért az ő személyükkel, kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, 4 igen, 2 tartózkodás. Aki egyetért a napi rendel, az kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, 6 igen. Első napi rendi pontunk. Jogi eljárások megindítása a Táncsis Mihály utcai parkolóban kialakult helyzet miatt. Nem hiszem, hogy van olyan ember Dömösön, aki nem értesült a kialakult helyzetről, és ennek a lehetetlen állapotról. Az állapot megoldásának az érdekében a képviselőtestület jogi eljárásokat kezdeményez. Az előterjesztés ott van a képviselőtársaim előtt. Kérdezem, hogy van-e hozzá kapcsolódó észrevétel vagy kérdés, amire. Amennyiben nincs, akkor sorban megyünk. Az első határozati javaslatunk. Dönösközség önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy írásbeli felszólítást küld az önkormányzat tulajdonában álló 725-726-891/1-933 és 061-es helyrejelző számú ingatlanok azonnali elhagyására a Képhoza Parking Kft. Részére. Aki ezzel egyetért, kész felemeléssel jelezze. 6 igen, köszönöm szépen. Mi az indok? Dömösközség önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, nyugalmat kérek, hogy amennyiben az írásbeli felszólítás ellenére az ingatlanok elhagyása a Képhoza Parking Kft. Részéről nem történik meg, az írásbeli felszólítás átvételét követő 8 napon belül az esztergomi járásbírósághoz jogalap nélküli birtoklás jogcímen keresetet nyújtson be. Aki ezzel egyetért, kész felemeléssel jelezze. 6 igen, köszönöm szépen. Harmadik ezzel kapcsolatos döntésünk. Dömösközség önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy írásbeli felszólítást küld a Képhoza Parking Kft. Részére az elmaradt bérleti díjak azonnali megfizetése miatt. Ugye ezt már többször nyilvánosságra hoztuk. Összességében tavaly november óta nem fizet a Parking Kft. Bérleti díjat az önkormányzat részére. 1.366.000 forint tartozása van az önkormányzat felé. Aki ezzel egyetért, az kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. 6 igen. Dömösközség önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy amennyiben az elmaradt bérleti díjak írásbeli felszólítása ellenére nem rendeződik a kérdés, 8 napon belül, illetve legkésőbb szeptember 15-ig fizetési meghagyás iránti eljárást indít a Képhoza Parking Kft. Ellen. Aki ezzel egyetért, kész felemelésre jelezze. 6 igen, köszönöm szépen.
Dunaskösség önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy amennyiben az írásbeli felszólítások eredménytelenek, úgy a felszólítás átvételéből számított 8 napon belül, de legkésőbb 2013. szeptember 15-éig kezdeményezi az illetékes légbíróságnál a csődeljáráskor és a felszámolási eljárásról szóló törvény megfelelő pontja szerint a felszámolási eljárás kezdeményezését. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Hát igen. Köszönöm szépen. Ezzel a képviselőtestületülés nyílt szakasza véget ér, és az átülés következik. Köszönöm mindenkinek a megjelenését. Ez volt a show műsor, igaz? Kérem, szíveskedjenek távozni. Igen. Magányok elmegállásában nincsen szó. Ármilyen 300 négyzetméter piacán 100 forintért egy hónapra, az nem számít, igaz? Mert a 180 négyzetméter piacán 100 forintért az nem számít.